mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Éppen zajlik a tokiói olimpia, és hát találkozhattunk már azzal, hogy a Színlab a magyar olimpiai csapat partnere. Hát most arról fogunk beszélgetni, hogy kik ők és mit csinálnak, hogyan tudják segíteni a sportolók munkáját. Szász Máté biológus, a Színlab sportdiagnosztika üzletek szakmai vezetője van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Mindenkit szeretettel köszöntök! No, hát hogy segít a Színlab az olimpikonjainknak? Igen, ez jogos a kérdés egy egészségügyi szolgáltatótól. Ugye egy olyan, ugye Színlab egy hatalmas, egy európai magánlaboratóriumi szolgáltató, elképesztő nagy labor potenciál, 40 országos jelenléttel, több mint 1000 szakorvossal. Tehát egy óriási giga cég, amelyik diagnosztikára specializálódott, tehát azt gondoljuk, hogy beteg emberek járnak oda vért vetetni és gyógyulni. Nagyjából igen. Ez és volt a vizelet mintát se hagyjuk ki, igen, a képből. És az egyéb testnedvekkel is nagyon boldogan foglalkozunk, de a gondoljátok fősorosítani. Nem, elég ennyi, képben vagyunk, köszi. Igen, legyünk képben, igen. Tehát az a helyzet, hogy ugye van egy elképesztő nagy diagnosztikai potenciálunk. Amikor elmész egy házi orvoshoz és levesz egy vért, megnéz mondjuk 30 vagy 40 paramétert. Mi itt a Színlabnál 5000 paramétert tudunk nézni vérből és egyéb testnedvekből. Tehát olyan elképesztő diagnosztikai mélységet reprezentálunk, ami egyébként majdnem azt mondja, egy tudományos ritkaság. Azon gondolkoztunk egy pár évvel ezelőtt, hogy ezt a nagyon komoly diagnosztikai mélységet hogyan lehet a sportolók szolgálatába állítani. Tehát, hogy ne csak a beteg embereknek a diagnosztizálás és a gyógyítására használjuk föl, hanem kerestünk olyan paramétereket, amelyek relevánsak sport szempontjából. Ugye gondolj bele, hogy egy olimpián a sportolók képességeket mérnek össze. A képesség mögött élettan van, az élettan mögött biokémia. És ami biokémia, az pedig vérből mérhető. Ezért kifejlesztettünk egy nagyon speciális laborcsomagot a magyar olimpiai sportolók számára. Több mint 100 paramétert vizsgálunk, és ezek közül nagyon sok olyan, amit azt gondolom, hogy a történet során először mértünk. Ilyen sportolókon először mértünk ilyen olimpiai felkészülési időszakban. Csak egy dolgot hagy említsek, vizsgáljuk az olimpiai sportolók teljes vitamin és nyomelem ellátottságát. Tehát az azt jelenti, hogy vérből vizsgáljuk az összes vitaminnak és a nyomelemeknek a szintjét. És ez egy nagyon-nagyon fontos döntés volt a részünkről, mert azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy olimpiai sportot ne engedjünk ki olimpiára úgy, hogy nem tudjuk, hogy fel van töltve a szervezete. Ha fel vagy töltve vitaminokkal és megfelelően táplálva, az önmagában nem garancia sikerre, de ha nem, akkor az valószínűleg garancia bukásra. Tehát ez egy nagyon, ez például, ha csak egyet említsek, ez egy nagyon fontos állomás volt ennek a laborvizsgálatnak, vagy például olyan markereket vizsgálunk, ilyen kötőszöveti degradációs markereket, amivel meg tudjuk állapítani, hogy egy sportolónál várható-e ízületi vagy csontsérülés még mielőtt a klinikumba kerül. És ennek is óriási jelentősége van, gondolj bele, hogy az ízületeink olyanok, mint a csapágyak. Igen. Van egy várható élettartamuk, attól függően, hogy vezeted az autót, ugye? Hát nyilván ők elég durván vezetik ezt az autót, várható, hogy egyes csapágyak hamarabb elkopnak. Milyen jó lenne, hogy bemész a szervizbe és rádugod a gépre, a kompjúterre a kocsit, és megmondják, hogy melyik az alkatrész, ami egy kicsit lehet, hogy már lötyögös, és ki kéne cserélni. Milyen jó lenne, ha ezt mi látnánk előre a sportolóknál, és látnánk azt, hogy várható ennél a sportolónál túlterheltség, várható-e sérülés, stb. Ezeket a paramétereket is vizsgáltuk, és még rengeteg hasonló paramétert. Ez nagyon kemény, és akkor ez összekapcsolódik dietetikával, az étkezésükkel, akár a plusz vitaminok adagolásával. De olyan szintig, hogy kedves kajakkenus, egyél egy kicsivel több halat? Vagy itt egy marék spenót, mert alacsony a vasad? Pontosan ezen a szinten zajlik, illetve egy kicsit magasabb szinten. Mi ezt úgy hívjuk, hogy szubfarmakológiai beavatkozás. Tehát az azt jelenti, hogy ugye a táplálkozás tudomány az egyre inkább megy el a szintetikus monokomponensű kiegészítők felé. Uh-huh. Ugye gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy töltött káposztát eszik, vagy spenótot, stb., hanem vannak konkrét biokémiai folyamatok, amiket erősíteni kell, ehhez bizonyos biokémiai ágenseket kell alkalmazni. Ezek megtalálhatók élelmiszerekben vagy táplálékiegészítőkben, és ezeket célzottan alkalmazni. De hogy ez egy nagy hosszú körmondat érthető legyen, mondok kettő példát, jó? Mondjuk például a B1 vitaminból a napi javasolt bevitel 1,5 mg körül van. És B1 vitamin hiány nagyon-nagyon ritka egészséges embereknek.
Ellenben, hogyha valaki anaerob sportágakat tűz, és hát az olimpián a legtöbb sportág anaerob, tehát hogy nem azért adják azért, mert hogy ki tudod messzebbre futni, hanem hogy kiérde hamarabb. Ezekben a sportágakban egyrészt a B1 vitamin sokkal jobban fogy, mert a speciális anyagcsere felhasználja, másrészt ezt a B1 vitamin adásával az anaerob kapacitása a sportóknak néhány nap alatt fokozható. Néhány nap alatt. Éppen ezért mérjük a sportoló vérében a B1 vitamin szintet, és szupplementáljuk őket célzottan, a megfelelő protokoll szerint, extra dózisokkal, a megfelelő időben, a pontban a megfelelő időzítés szerint. Vagy például nagyon gyakran látjuk azt, hogy a sportolóknál intenzív felkészülési időszakban csökken a, tehát vérszegénységben szenvednek, csökken a hemoglobin mennyiség. Ugye vagy azért, mert kevesebb termelődik, vagy azért, mert gyorsabban fogy. A vizsgálatokkal ki tudjuk deríteni azt, hogy nála azért kevesebb a hemoglobin, mert nem tud termelődni, mert hiányzik valamilyen tápanyag. Mondjuk hiányzik a réz. Hallottál már rézhiányról? Hát nem. Mondjuk Peruba meg Chilébe, igen, ahol bezártak a bányák sztrájk miatt, de egyébként nem. Igen, pontosan ezt akartam mondani. Tehát, hogy rézhiányról nem hallottál. Ha valakinek vérszegénysége van, az vasat szokott tenni. Igen. Folsavat meg B12-t, de tudod, a vasat meg a folsavat nem izzadod el. A rezet viszont igen. Őrülök. Ugye a rész kiegészítőről nem, tehát ritkán ébredt úgy reggel, hogy ennék egy kis rezet. Ugye? Tehát ez arányban is nem van. Márpedig erre szükség lehet, hogyha sokat izzadsz, és a sportok sokat izzadnak, egy 3-4 liter verejtékkel a teljes napi részbevitelét a sportok ki tudja izzadni. A bibi csak az, hogy a vérképzéshez épp úgy kell a rész, mint a vas. Tehát mi célzott terápiás étrendet alkalmazunk, precíziós étrendet, versenyétrendet. Nálunk nem az a szempont, hogy finom legyen az étel, meg változatos, meg kiegyensúlyozott, meg stb. Tehát ezek a jól hangzó szavak nem. Mi konkrétan, célzottan kimérjük azt, hogy melyik az a biokémiai folyamat, ami támogatást igényel, és olyan étrendet kap, és olyan kiegészítőket kap, ami neki kell. De most lehet, hogy a mákos tésztát szereti, de rezes tésztát. De komolyan most, Máté, tedd a szívedre kezed. Ezek az igen. Így összeállított étrend, az finom? Igen. Igen. Ez azért nagyon fontos, hogy finom legyen, mert a sportoló minden nap meghal az álmaiért. Ezt tudjuk. Tehát aki látott élsportot olimpiai felkészülésben, minden nap egy véres háború. És valami kell, hogy ezt az embert másnap is kivigye a pályára, és nagyon sokszor ez a jutalomfalat. Már elnézést, hogy ezt mondom, de a jutalomfalat. Tehát neki akkora fájdalmat kell elviselni, akkora mentális feszültséget kell elviselni minden nap, hogy ezeknek az embereknek sokkal nagyobb szüksége van az apró kis boldogság, öröm morzsákra az életben, mint nekünk. Tehát ha egy ilyen sportoló egy olyan étrendet kap, ami nem finom, akkor ő neki bizony csökkenni fog a motiváció és a teljesítménye, és ezt a saját hibámon tanultam meg jó pár évvel ezelőtt, amikor sportolóknak nagyon egészséges, de nem finom étrendet adtunk, de rendkívül egészségesek is, nagyon ki volt számos, tökéletes volt. A sportolók úgy jelentek meg a verseny, mint a vert hadak. Mentálisan ők hozzá voltak szokva a sütizéshez. Versenyidőszakban elvettük a sütit, és ők azt érzékelték, hogy hiányzik a jutalomfalat. És az agynak, az érzelmeknek óriási szerepe, úgyhogy ezt is figyelembe veszünk. Egyébként a sportoló étrend nagyon finom. Figyelj, ez békeidőben tök jól hangzik, de ez az olimpia azért kicsit más, meg fura. Ez nem tudom, hogy így a felkészülés során mennyiben nehezítő, mennyiben volt ez nehezítő tényező. Főleg a ti feladatotok, a ti munkátok a felkészülésben. Hát meg itt azért nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy valami becsúszson, valami gigszer, ami olyan tiltott szer, vagy tiltott módszer, vagy nem tudom, ez is egy folyamatos konzultációt igényel, gondolom, hogy mit szabad, mit nem. Hogyne, hát ugye, igen, tehát ebben abszolút igazatok van, tehát ez az elmúlt másfél év egy Armageddon volt sportszempontból. Nagyon-nagyon sokáig bekötött szemmel kardoztunk, tehát ugye amikor a koronavírus hullámok voltak, a versenyzőt úgy hegyesen tartani, kiélezve tartani, hogy fogalma sincs, hogy lesz-e olimpia. Hogy fogalma sincs, hogy lesznek-e verseny. Mi ugye dolgozunk a vívó válogatott, tehát akiket most a hírekben látok vívók, azok, hogy gyakorlatilag mi foglalkozunk, és mi dolgozunk a vívó válogatottal, és hát emlékszem arra azokra a pillanatokra, amikor hívogattuk az edzőket, hogy na, lesz kvalifikációs verseny? Nem tudjuk. És ha lesz, mikor lesz? Hát egy hónap múlva. És lesz? Nem tudjuk. És ha lesz, hol lesz? Nem tudjuk. Hogy lehet így készülni? Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon idegileg felörlő. Beszéltem élsportolókkal, akik még idén februárban és márciusban is azt mondták, hogy Máté, lehet, hogy nem lesz olimpia.
Ha te ezzel a gondolattal mész neki a felkészülésre, hogy lehet, hogy nem is lesz. Hát abból semmi nem lesz. Nagyon nehéz a pályán minden nap meghalni. Úgyhogy lehet, hogy meg se tudsz miért, tehát hogy ez így nagyon nehéz volt. Hát aztán persze nyilván a körülmények is nehezítettek, és amit mondtál, a doping kérdés az rendkívül izgalmas, éppen ezért nagyon komoly gondot fordítunk a táplálékkiegészítőkre, és nagyon komoly szűrőrendszeren mennek keresztül azok a táplálékkiegészítők, amiket alkalmazunk, és hát volt is érdekes felfedezésünk, tehát például volt olyan sportoló, akinél egy speciális vizsgálat során kiderült, hogy több sportoló is, hogy toxikus jód túladagolása van, olyan toxikus jód túladagolás, amit élelmiszerből nem tud bevinni. Akkor ellenőriztük a táplálékkiegészítőket, és hát megnéztük, hogy mik a közös táplálékkiegészítők ezeknél az embereknél. Találtunk egy konkrét gyártónak egy-két termékét, és ezeket bevizsgáltatok, és kiderült, hogy a határértéknek majdnem az ezerszerese volt benne jódból. Egy gyártási hibáról beszélünk, és hál' Istennek meg tudtuk fogni, értesítve lett a gyártó, visszavonta a termékeket, korrigálta a hibát, visszamértük a sportolót, ürült a jód a szervezetéből, tehát hál' Istennek happy end volt az egész. De ebből látszik, hogy mekkora szükség van az ilyen típusú vizsgálatokra, mert egyébként egy toxikus jódtulajdonolás aránylag rövid távon is maradandó károsodásokat tud okozni. És ezek azért valamilyen szinten kivéthetetlenek. Tehát a hiba mindig belecsúszik a gépezetbe. Világos. Hát nagyon izgalmas dolgokról beszéltél nekünk. Miközben hallgattam, a fejemben megszületett egy termékinnováció. Vannak ezek a pezsgők az arany pelyhekkel, én egy részpelyhes pezsgőt fogok piacra dobni. Igaz, hogy oxidálódik majd a szegények. Oxidálódik majd a pezsgőbe, és ez zöld izék lebegnek benne, de szerintem a sárga pezsgőbe a zöld pötty az nagyon jó lesz. Nagyon mutat, igen. Köszönjük. Minden jól mutat. Igen, így van. Ez az elem lesz. Nagyon köszönjük. Nagyon izgalmas volt. Jó munkát, köszönöm, szép napot. Köszönöm a beszélgetést. Sziasztok! Szia! Szia. Szász Máté biológussal, a Synlab sportdiagnosztika üzletág szakmai vezetőjével váltottunk pár szót. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Nos, azt számolom, osztok és szorzok, hogy szerintem még egy zene belefér a hírek előtt, és még majd vissza is jövünk, el fogjuk mondani, hogy mi történik a következő órában.